Üdvözlöm Önöket a Recept Darálóban, Serényi Zsolt vagyok, és azért vagyok itt, azért várom Béres Alexandrát, a TV Paprika egészséges életmód, egészséges étel szakértőjét, mert egy nagy álma teljesülhet, sushit fog készíteni saját kezüleg, és ehhez meg kell vennünk az alapanyagokat, itt van egy jó kis üzlet, szia! És majdnem elmondtam, hogy mi történik. Egy jó üzlet van, és itt megveszük az alapanyagokat ahhoz, amit te már nagyon régóta szeretnél, a sushihoz. Na gyere! Na megyek! Ezekkel feltekerni a makit, ugye? Hogy erre kell rákenni. Igen, melyik lenne nekünk a jó? Nekem ez a fajta szimpatikusabb. Ez, szerintem is ez a jó, mint... Ez a makitekerő. Hú, fűszervilág. Jó, hát én segítetek? Igen, köszönjük szépen. Wasabi port keresnénk, ha szeretnénk venni. Van wasabink. Két fajta wasabi port van. Van egy ilyen egyszerű wasabi porunk, ami... Wasabi ízesítési tornapor. Ez az, amit egyszerű. Vízzel kell összekeverni. Vízzel kell elkeverni, nagyjából térfogati arányosan tele víz kell hozzá. Két evőkanál por, egy evőkanál víz. Ezt szokták használni a sushi készítésre? Igen, az éttermekben valószínűleg ezt használják, mert ugye ez egy jóval olcsóbb, egyszerűbb megoldás. És van ez az igazi wasabi por. Igazi wasabi por, ezt Japánba termesztik, illetve szedik. Csak 10 gram, és az ára is, ugye ennek az ára az 530, a másnap pedig 6600 forint. Jó 10 grammos ára. És sokszoros az ára. És ennek mi az oka? Az a gazdasági hátterem, mondjuk így, hogy nagyon kis területen, gyakorlatilag egy stadionnyi területen terem Japánban is, máshol is termesztik, tehát nagyon kevés van belőle, nagyon kis helyen. Úgy is hívják, hogy vízitorma, mert hogy a kis patakok, folyóknak a medrében vagy ott mentén nő, és nagyon kevés van belőle. Tehát még Japánban is nagyon nagy nívónak számít, hogyha valaki igazi, friss wasabival csinálja. Tehát még Japánban is a wasabi ízesítési tornaport használják. Pontosan. De be lehet szerezni ezt is. Van ilyen is, pontosan. Hát nagyon szépen köszönjük. Akkor ezt megrágjuk, hogy melyiket kéne megvenni. Maradjunk. Most első sushi készítésnél lennél. Itt vannak a halacskák, most ez fogyasztott. Természetesen a sushi az úgy az igazi, hogyha friss halból van. Friss halból készül, friss rákból, ezek a rákok is kerülnek rá a rizsre, vagy pedig esetleg bele a makiba. Egy kis polip. Ó, egy kis polip, megnézd milyen szép alazac, bár hát ez fogyasztott, de hát jobb, hogyha friss alapanyagból készítjük, de azért ebből ez is lehet dolgozni. Ez biztonságos. Nem kivéve a terhes nőknek, meg a szoptatós mamáknak, hogy nekik nem ajánlotta a nyers hal. Tehát azért beszerezhetőek ezek a dolgok. Nézzük meg, hogy mi kell még. Keressünk rizst. Ó, megvannak a rizsek. Nézd csak. De elég sokféle rizs van. Hát jó sokféle. Itt vannak a sushi rizsek. És abból is van azért többféle. Nyilván mindegyik nagyon jó minőségű. Azért nagy különbség van, nézd meg egy ilyen hétköznapi rizs. Igen, mennyire hosszabb szeme van ennek. Igen. Meg ez talán egy kicsit olyan fehérkés. Hát nagyobb is. Igen, nagyobb is. Ez nagyon nehéz elkészíteni a sushi rizst. Elvileg nem nehéz, de azért biztos, hogy kell hozzá gyakorlat, áztatni kell, tehát le kell mosni róla a keménytő egy részét, ezt még én is tudom. És mitől lesz olyan ragacsos? Saját magától, tehát azért abban van sushi még keménytő, igen. Meg azért kell hozzá rizsecet, az ízesítés az nagyon fontos, egy kis cukor, ne ijedj meg. Ez is már hallottam el. És nem kell sokáig főzni, képzeld el, csak föl kell forralni, és utána a saját gőzében. Mondjuk egy-két percig lehet forralni, de sokáig nem kell kevergetni, nem is szabad kevergetni, nem baj, hogyha egy picit leragad, aztán ragadósra is, azt nem is használják fel, lehet belőle mondjuk valami desszertet készíteni. Itt vannak a norilapok. Itt vannak a norik, erre helyezzük rá rizst, ugye? Igen. Ezt tudod, úgy szeretem magában is rákcsálni. Nem is csak lehet még úgy is kapni, hogy csak ezt teszem. Itt van neked segítség a hátulján. Hogy hogyan kell a hogy kell föltekerni. Akkor rátesszük a rizst, akkor abba bele, és gondolom ezzel a lappal. Hát ide van írva, ahol létsz, olvasd el. Köszi. És mi kell még nekünk? Várjál, gyömbér? Kell nekünk gyömbér. Van kétféle is. Igen. Van jó kis rózsaszín, meg sárga. Szerintem a szélek. Rózsaszín gyömbér, és ez pedig... És ez már készpácolt gyömbér. Rózsaszín savanyú gyömbér. Aha, igen. Keressünk szóját. Ott van.
Hú, nem is kicsi a választék. Na nézd, van olyan, ami kevesebb sót tartalmaz. Uh-huh. Menjünk egy igazi, egy menjünk, mert én olyan kíváncsi vagyok, mert hogy oké, hogy mindent lehet kapni, mert ezt már látom, de hogy hogyan kell elkészíteni. Oké, menjünk. Bemutatom Megyes István sushi chef barátomat, aki az alapokat, a sushi alapjait mutatja meg nekünk azért, mert azért lehet otthon is sushit készíteni. Van egy-két olyan trükk, amit pillanatok alatt meg tudunk tanulni, de igazán komoly sushit csak hosszú-hosszú évek fáradtságos tanulásával, munkájával tudunk készíteni, de az a sushi, amit bármelyikünk meg tud csinálni, az is nagyon sok örömet és nagyon sok boldogságot tud okozni. Kezdjük el egy egyszerű sushival, jó, egy tekercsel, amit mondjuk csináljunk most uborkából, mert abból a legegyszerűbb megoldan. És ez könnyen beszerezhető. Könnyen beszerezhető, és először egy próbálkozás az nagyon megfelelő. Tehát kell hozzá jól elkészített rizs. Kell hozzá megfőzött rizs, ami meg van főzve, ízesítve van. És melegen van tartva, kézmelegen van tartva, mert sokkal kellemesebb a tapintása, sokkal kellemesebb. És hova teszed a rizs? A rizst azt utána, megkeverés után ebbe a pelenkába rakjuk bele, hogy ne tapadjon hozzá, mert sajnos ez egy... Ez a rizs, ez már megvan ízesítve? Ez már ízesítve, ez teljesen kész van ez a rizs, úgyhogy ez... Tehát hozzá kerül akkor az ecet, és akkor hozzá kerül cukor is, ugye? Igen. Hát egy kis cukor bizony benne van a rizsbe. Nem olyan sok, és hát a harmónia miatt, hogy van ugye az ecetünk, van sonk, és van a cukor, és ezek az ízeket így kihozza az ízét. Vágunk egy darab uborkát. Na, és magukat kivágjuk. Magukat, a belsejét azt kivágjuk belőle. Akkor ő lesz egy... Nekem már ez a része is tetszik, olyan szépen rendbe teszel mindent. Igen, valamiért én is azt érzem, hogy itt aztán komoly rend van folyamatosan. Igen. Mindig törölget. A törölgetés az reflexzerű. Ő egy úgynevezett makicu, ami segítségével készítjük el a sushit. Ő itt egy algatartó, amiben a sushi másik lényege, a nori található. Hát ezt imádom, ez a tengeri algából szárítva, mint a merített papír körülbelül úgy kész, hogy ilyen össze van apróra vágva, kimerítik, kipréselik és megsütik. Mindjárt adok is egy kis sok. És repült egy kis kóstoló törnék nektek belőle. Én is nagyon szeretem. Ó, köszönöm szépen. És akkor, hogyha ez nekünk ízlik, akkor tévézés közben órákon keresztül leszegethetjük? Hát órákon keresztül azért nem leszegessük, mert elég finom. Magas jó tartalma van, és azért ez egy bizonyos szint után nem tesz jót az ember szervezetének. Mértékletesség. Jó, van lugos, meg jó kis rákcsi, hát nem kell sokat tenni belőle. Csak hát egy kicsit, és akkor hozzá lehet tenni egy kis uborkát, vagy valami mást, ami talán kevésbé jódos, és egy kicsit felhívja. Ez sajnos ez muszáj, mert ez így ragadni fog, egy kis szertartás. Hú, ezt már nehéz lesz utánoznom. Igen, ez azért van, ez az összecsapás, hogy a fölösleges vizet azt levigye az ember kezéről, mert sajnos, ha nagyon vizes az ember keze, akkor a rizs is könnyebben szétpörög, és a drága ízesítő, amik a jó ízt adják neki, azok kijönnek belőle, kimossa az ember a kezével. Nagyon érdekes számomra, hogy ez az ízesítés, ez tulajdonképpen a séf ízlésétől függ, hogy igen, mennyi ecetet, illetve cukrot teszel bele, hogy készíted a rizst, és hogy az egyéni jelleget hát ad. Igen, egy bizonyos kereteket megtanítanak a séfek, a sushi séfek, a japán sushi séfek, és utána azt mondják, hogy te saját magadnak kísérletezd ki, kóstold meg az enyémet, hogyha szeretnél hozzá kicsit erősebben vagy vadabban ízesíteni, akkor a te dolgod, és majd a vendégeid azok el fogják dönteni, hogy ez jó, vagy nem jó, és akkor... Tehát az is ízlés kérdése, hogy melegen vagy hidegebben tálalják a rizs. Igen, az is ízlés kérdés, és az is séf függő, az is a sushi séftől függően, hogy ő hogy szereti ezt elkészíteni, hideg vagy meleg legyen. Akkor a te mestered közben adom az uborkát. A te mestered ragaszkodott ehhez, ugye? Igen, a meleghez, és akkor azóta te is ilyen. És azóta én is. Én is ezt szerettem, meg nekem az nagyon ízlik, úgyhogy minden vasszabiból teszünk egy kicsit, hogyha ezt így végighúzom az ujjamát, hogy üssem mindenhová. És akkor most egy uborkás tekercset készítünk, belejezzük az uborkát,
fogjuk. De a szélére ráhagyja az ember. Ráhagyjuk. Megfogjuk, egy kicsit meghúzzuk az ujjunkra. Megnézzük, hogy megmaradt-e az a kis levélhajtóka. És még egy negyed fordulat. És tulajdonképpen egy kis igazítás. Tulajdonképpen el is készült. Egyszerűnek tűnik. Megkóstolom a szélét elég. De te nem először csináltad. Hát igen, ez egy pár darabot már készítettem belőle, jó, úgy, nem de nem mindig szokott nekem se sikerülni. Nem vagyok biztató. Azért mindig figyelmet. És akkor leveszed róla, és innentől kezdődik a felvágás, innentől kezdődik a felvágás, amit ugye ugyanúgy, sajnos a vízhez ragaszkodunk, ez egy ilyen vizes port marad, úgyhogy... Tehát, hogyha nem lenne vizes, akkor hozzáragadna. Akkor hozzátakarítunk. Nem tudnál vágni. Nem tudjuk vágni. És akkor ez egy nagyon éles kés. Igen, veszünk a kést, amit letörlünk, belemártjuk a vízbe, a hegyét, és az élén végigcsorgatjuk ez az egy szem kis vízszemet, ami végigmegy rajta. És akkor szépen csorgott a víz. Először is a közepénél félbevágjuk, ide mellé fordítjuk. Akkor felvágtuk, összeraktam, ez így egy kész uborka. Maki, tekercs, ahogy jobban tetszik. Olyan finom illata van, ahogy lehet érezni a norit, most a meleg rizs egy picit feloldotta. Feloldott, igen, és ettől ez az illat, ez nagyon kell. Ezért nagyon jó, ezért nagyon nagy különbségek vannak a norik között. Habis, hogy az előbb kóstoltátok, hogy ezt a jó minőségű norit azt egyből el lehet harapni, és el lehet rágni, és akkor őt ide helyezem, és a tálalásnál annyi, hogy ugye az előbb említett wasabiból teszünk hozzá, mert hát nem mindenkinek egyforma az ízlése, és akkor használunk még egy ecetes gyömbért, egy pácolt gyömbért, ami leszeletett gyömbér, és cukorra, ugye sajnos megint előjön a cukor. Itt az ecetnek a barátja, úgy látom. Így van, igen, az ecetnek a barátja, és egy ilyen ecetes gyömbért teszünk mellé. És igazából, és így kerül az asztalra, ez egy kész. Hát gyönyörű. Én már magában az egyszerűségét is szeretem ennek az ételnek, persze. Annyira letisztult, olyan szép. És nagyon könnyű megcsinálni, megpróbálod? Könnyű. Persze, hogy megpróbálom. Hát láttuk, hogy mennyire könnyű. Várjatok, mit is kellett először, most ne segíts. Hát először is. Először volt a bambuszról. Ez a bambusz, ugye? Igen. Jó, erre ráhelyeztem a norit. A nori lapot, de úgy, hogy a fényes oldala, az mindig... Rögtön hibáztam. Az van a kívül. Na. Jó, és akkor erre jön a rizs, amit így megfogtál kézzel, de előtte törölgettünk, ugye? Igen, előtte megvizezzük a kezünket, utána ott a kis edénybe is belemártjuk, óvatosan. És tapsolni is kell. Kicsit, hát olyan kicsit hangosabban próbáljuk meg. Hogy? Igen. Jó, jön a rizs. Jajaj. És mennyi legyen? Most bajban vagyok. Így, nézd. Hát, sok. Így körülbelül úgy jó lesz. Jó lesz, csak jó. Csak nem mint egy gombócot, hanem inkább egy ilyen kis lazán. Lazán. Jó, na jobb kezeddel. Jó, és akkor utána így valahogy így elegyengedted, hogy így igen, végig, igen. Jaj, ebből baj lesz, én már na, látom. Most már nézzük, hogy most tanuljunk, mindegy. Vagy. Na. Valószínűleg a kedves nézők is elsőre hasonlóan ügyesek lesznek. Figyelj, nem szabad feladni, nem szabad feladni. Most még lehet, na figyelj, most már mindjárt végére érek, de ha nem, akkor azt ott majd levágjuk, jó? És akkor... És ha jól emlékszem, itt a végén, ott egy kis, egy ilyen ragasztós rész lesz majd, ami a végén megfogja. Jó, köszi, aranyos. Úgyhogy nem biztos, hogy jól emlékszem, de onnan vissza kell egyengesd a rizst. Na jó, várjál. Még kicsit még én itt ülészkedek. Úgy érzem, egy kicsit nedves is meg a kezedet. Jó. Öröd le a rizst. És ezzel most mit csinálok? Hát ugye ennek van egy módszere, hogy az ember lerágcsálja az ujjáról, és ugye... Ez hosszú. Hú, de finom ez a rizs. Na jó, megyek kezet, mosok. Mossuk meg. Jó.